Berlinben vagyunk az IFA kiállítás előtt egy nappal a Nokia sajtósok számára létrehozott házában, és kezünkben van a nem itt bemutatott Nokia 8-as, ami a jelenlegi csúcsmodellje a HMD Globának. Nagyon szép készülék, viszi tovább azokat a Nokia-s design jegyeket, amiket az elmúlt, hát mondhatni, hogy évtizedekben tulajdonképpen megismerhettünk, bár ettől függetlenül nem egy ilyen nosztalgiába hajló készülék, hiszen teljesen modern és nagyon szép vékony is. Egyedül azt tűnhet fel, hogy az 5,3 hüvelykes IPS megjelenítő körül viszonylag nagy káva található felül is arról. Ez nem annyira a mai trendeknek megfelelő, de ettől függetlenül a készülék fogása az nagyon kellemes. Android Nougat rendszer fut rajta megfelelő sebességgel, mint az itt talán látszik is ezeken a felvételeken. Abszolút nincs gond a sebességgel, főleg mert 4 GB RAM segíti a működését a rendszernek, a processzor pedig egy Qualcomm Snapdragon 835-ös. A legérdekesebb részek egyértelműen a kamerával kapcsolatosak, itt rengeteg beállítási lehetősége van a felhasználóknak, ugye választhatunk automatikus módot, illetve manuálisat is, ahol játszhatunk többek között a fehér egyensúlyjal, expozíció, korrekcióval és minden mással is. Egyébként maga a kezelőfelület az elég korrekt abból a szempontból, hogy a legfontosabb dolgokat egyből el tudjuk érni, a kicsit komolyabb beállításokhoz pedig be kell mennünk a menübe. Alapvetően nagy újdonságot nem fogunk kapni, de a 2x13 megapixeles dual kamerás rendszer elég jó képminőséget nyújt. A Nokia ugye azt a megoldást választotta, amit többek között a Huawei és a Honor is, tehát a két lencse közül az egyik az egy színes, a másik pedig egy monokrómeszes, úgy mutogatom, mintha tudnám, hogy melyik, de ezt nyilván ki lehet próbálni. Illetve nagyon fontos elmondani, hogy itt a régi időkhez hasonlóan a Zeiss-el egy exkluzív megállapodást kötött a gyártó, úgyhogy a lencsék kidolgozásában, illetve az egész rendszernek a kidolgozásában részt vesznek, bármint megtudtuk, Kínában gyártják ugyanúgy a lencséket, és ha minden igaz, akkor itt 5 lencsetag működik ebben a készülékben. A gyártó nagyon büszke egyébként az audio képességeire a készüléknek, az OZO audio az igazából elég jó minőséget ígér, bár valószínűleg azért nem a piac legjobbja lesz ebből a szempontból a készülék, de a zenerajongók igényeit ki fogja elégíteni, ebben szinte biztosak lehetünk, és jelenleg úgy tudjuk, hogy a készülék érkezik Magyarországra is, méghozzá október közepén. Remélem, hogy hamarosan tesztelni is tudjuk majd a készüléket a Mobile Arénán.